szavaztok. Következő filmben arról fogunk beszélni, hogy engem speciál, hogy érint a koronavírus. Szervusztok! Ebben a filmben egy olyan témát akarok feszegetni, amiről nem akartam én filmet csinálni. Bár most szándékosan hatásvadász az indexkép a filmnek, valamint a címe is hatásvadász lesz. Pontosan azért, hogy ha már van ilyen mód, hogy a gondolatainkat lehet a világ felé a YouTube csatornákon keresztül közvetíteni, akkor most legyen. Tehát szándékosan nem akartam ilyen filmet csinálni, mert én nem akartam ezt a dolgot úgymond meglovagolni. És viszont többen mondták, több ismerősöm is felhívta rá figyelmet, hogy ugye mi nekünk van akkora nézettségünk, meg van akkora feliratkozó táborunk, hogy mi vállalhatjuk azt a felelősségünket, hogy közöljük a társadalom egy részének az irányába a mondani valónkat. Ami lehet, hogy helyes, lehet, hogy nem helyes. Ugye az van, hogy tehát nem akarok túl bőlére ereszteni ezt a történetet, mert lehetne. Tehát az van, hogy a koronavírus jelenleg itt van Magyarországon, jelen van. Meghozták a megfelelő, illetve nem biztos, hogy megfelelő, de meghozták a jelenleg éppen kellő intézkedéseket, amik valószínűleg a későbbiekben, tehát amikor ez a videó készül, ahhoz képest a későbbiekben valószínűleg még további intézkedéseket is fognak hozni. Jelenleg itt tartunk, hogy korlátozva vannak bizonyos dolgok, és fel van hívva az emberek figyelme arra, hogy mit, hogyan cselekedjenek azért, hogy megelőzhessék ennek a vírusnak a terjedését, továbbadását. Ezt szeretném tisztázni, mert az internetes felületeken megy a hőbörgés, és vannak, akik baromira nem akarják kivenni a részüket ebbe az ebbe a nagy társadalmi együttműködésbe, nagyon nem akarják kivenni a részüket, sőt, inkább majdnem, hogy amit a másik megtesz, ők azt lerombolják. Itt arra szeretnék kiukadni, hogy én nem akarom elmondani, hogy mi a frankó, én azt szeretném elmondani, hogy én ezt hogy élem meg. Ugye ezt a filmet valószínűleg a címéből és az index képéből adódóan nem csak fűrészmánia nézők fogják megnézni, hanem szerintem mások is. Aki nem tudná, a fűrészmánia az egy láncfűrészekkel kapcsolatos és fakitermelés bizonyos részével kapcsolatos YouTube csatorna. Évek óta csináljuk, nagyon sok idézőjelbetében nagyon sok feliratkozónk van, épp ezért ez egy nyitott csatorna az emberek felé lévő közlésben. Tehát én nem akarom elmondani a tutit, én azt szeretném elmondani, hogy én ezt hogy élem meg. Ugye jelen esetben azt tudni kell, hogy itt vagyunk kint az erdőben, mondjuk így az erdőben. Mivel én vidéki vagyok, én megtehetem azt, hogy én ide kijövök, és teljesen el vagyok szigetelve, el vagyok szeparálva a fertőzés veszélytől, mert itt senki, az ég egyet a világon senki nincs itt, csak a teherautóm áll itt. Jó, lehet, hogy majd felbukkan egy-egy ember, de ide nem fognak jönni, mert ez az én saját is erdő részterületem. És azt akarom mondani ezzel kapcsolatosan, hogy ugye én ide kijöttem, és fölvettem ezt a szájmaszkot, meg mit tudom én, hogy legyen egy jó indexkép, de amúgy ezt a szájmaszkot, ezt akkor érdemes hordani, amikor az ember egy nagyvárosban, vagy pedig egy forgalmasabb helyen emberek közé téved. Ugye ezt nem, sokan azt mondják, hogy most senki nem akar beöltözni, mit tudom én, Star Wars egyenruhával, tehát nem akar senki se maszkokkal futkozni, ezt nem kell szégyelni, ezt érdemes felvenni. Két okból, egyrészt, mert hogyha te benned van a vírus, és te kihordod lábon, és észre se veszed, attól te még megfertőzhetsz mást. Vagy fordítva is igaz. Tehát az, aki úgy néz ki, hogy egészséges, kettőt a nyakadba köhint, aztán már is elkaphatod. Ugye ez a maszk nem 100%-os védelmet biztosít, mert semmi sem biztosít 100%-os védelmet, csak törekszik rá, tehát minimalizálja a dolgokat. Ugye megfelelő körültekintő életvitellel mi magunk is ezeket le tudjuk szorítani, és ezzel tudunk részt vállalni ezzel a társadalmi harcban, úgymond. Tehát nem akarok ilyen nagy, magasröptű szavakat mondani, meg ilyen nagy izéket, ilyen túlfokozott dolgokat. Én inkább csak megpróbálok az egyszerű, hétköznapi nyelven fogalmazni. Tehát mi úgy fogjuk tudni kivenni a részünket ebből az egészből, hogyha megfelelő óvintézkedéseknek eleget teszünk. Ha nem is 100%-osan, de legalább törekedjünk rá. Ugye itt az van, hogy a vírust megállítani nem tudjuk,
lelassítani tudjuk, lelassítani pedig úgy tudjuk, hogyha ezeket a dolgokat megcselekedjük. Most ugye nincs még kijárási tilalom ebbe a pillanatban, amikor ez a videó készült, akkor még nincs, viszont már vannak korlátozások, rendeletek, stb. Fel van hívva az emberek figyelme az érintkezéseknek az elkerülésére. Ugye most ez a szlogen, ez a maradj otthon, aki teheti, persze. Tehát most hülyeséget, tehát nem akarom hülyeséget mondani, most kijelenteni ezt, hogy maradj otthon, mert nagyon sok ember nem tud otthon maradni. Viszont ha nem tudsz otthon maradni, akkor törekedj arra, hogy ne tudd elkapni a vírust, és ne tudd továbbadni, hogyha esetleg benned van. Tehát a megfelelő óvintézkedéseknek tégy eleget. Hogyan tudjuk ezeket a dolgokat kicsit lelassítani, fékezni? És miért kell? Azért kell, hogy ez a... Tehát valószínűleg nagyon sok ember el fogja kapni, és lehet hogy nagyon sokunk el is kapta, csak nem tud róla. Viszont ha úgymond eldurvul a helyzet, az egészségügyek, tehát nem csak a magyar, hanem a világon lévő összes egészségügyi szervezetek is, magák a kórházok, az egészségügy nem fogja tudni felvenni a lépést ezzel a sok megbetegedéssel. És akkor tényleg rácseszés van, mert akkor olyan lesz, mint egy háborús helyzetben, hogy X mennyiségű kezelhető beteg van az X-szer 2 mennyiségű megbetegedésre. Tehát gyakorlatilag az, hogy tudnak mondjuk 100-at kezelni 200 betegben. Tehát ezt nem szabad, hogy ez kialakulhasson, ezért kellenek ezek a megelőző óvintézkedések. Ugye most hülyén hangzik, de így van. Most ugye mennek az interneten ezek a mémek, hogy ő még azelőtt is mosott kezet, mielőtt kitalálták volna ezt a dolgot, de tényleg a kézmosás, tehát az alapos kézmosás, az egy fontos dolog, főleg, hogyha valahonnan hazajövünk, neki akarnánk állni. Tehát ezek egyébként teljesen alap lenne, de ugye ilyenkor még fokozottabb, tehát gyakoribb kézmosás. Én ugye még a kézmosás után használok egy gyógyszertárba kapható kézfertőtlenítőt, amit meg is mutatom, tök egyszerű dolog, most nem biztos, hogy lehet még kapni, de az interneten utánolvasva el is lehet állítani. Tehát kézmosás után megfújja az ember, ráfújja kezére, hogy azért legyen rajta folyadék, szépen átdörölni vele hajlatokba, ívekbe, és ha még esetleg maradt rajta vírus, akkor az lehet, hogy elpusztult. Tehát most gyerekek, nem mondom, hogy tuti, de nagyobb az esélye, ha végrehajtjuk ezeket. Tehát az az alapvető dolog, ez a kézmosás. Ugye az, hogy hogy maradj otthon, ha tudsz, az azt jelenti, hogy most ne arra használjuk, hogy ilyen ragyogó idő van, és akkor sétálgassunk a teregen, parkokon, meg a kutyasétáltatókon, meg a játszótereken, meg a plázákban, meg a tököm tudja, hol mennek az emberek ilyenkor, mint hogyha most jó idő van, és most kevesebben vannak, akkor kevesebb a veszély. Ez nem feltétlenül igaz. Tehát így ők azok, akik még tovább tudják ezt az egészet gerjeszteni. Tehát ő miattuk tud akár még több megbetegedés létrejönni, vagy megtörténni, valamint lehet, hogy ő miattuk fog tovább tartani ez az egész állapot, ami van most jelenleg a világban. Na, tehát van a kézmosás, ez alap. Ugye tényleg, hogyha az ember bemegy egy helyre, mert be kell mennie mondjuk, tudom én, élelmiszert vásárolni, vagy dohányárut, vagy fene tudja kinek mi, vagy ugye mi az, amit még engednek, akkor tényleg vegyen fel az ember egy maszkot. Ugye most jelen pillanatban most minden drága, most ezek a maszkok is megdrágultak, de ennek ellenére, hogyha van rá mód, vagy legalább egy kendőt teker az arcod elé, vagy valami, nem nyújt 100%-os védelmet, de minimalizálja. Tehát, hogyan mondjam, hülyén hangzik, de így van, hogy csökkenti az esélyét. Vegyél egy maszkot, ne menj közel az emberekhez. Ugye tényleg az, hogy felszólító módban mondom, de én ezt így magam irányából állítom. Tehát én azt csinálom, hogy nem kerülöm a kontaktust emberekkel, tehát lehetőleg le kell redukálni, maradj otthon, az mit jelent? Ha van otthon tennivalód, van otthon cselekednivalód, akkor azt most meg lehet csinálni. Én is a héten megpróbálom elvégezni még a meglévő úgymond munkáimat, megfelelő körültekintéssel, természetesen minimalizálva a kontaktust és az emberek közötti dolgot. És a jövő héttől én az otthoni ház körüli dolgaimnak fogok eleget tenni. Ugye most otthon van az egész család, gyakorlatilag most több időt tud az ember tölteni a családtagjaival, több időt tud ráfordítani arra, hogy amikre eddig nem lehetett, aki mit tudom én, nem tudta kiolvasni az XY könyvet, annak most itt az ideje, most be tudja fejezni, aki még nem tudta megnézni azt a filmet, amit meg akart nézni, az most az interneten keresztül próbálja meg megnézni,
nem moziba. Úgyhogy én így élem meg ezeket a dolgokat. Tehát nem akarok ilyen túl drasztikusnak hatni, meg semmi, meg én nem akarom tényleg, senkinek sem akarom én megmondani a frankót, mert azt is tudom, hogy megnézik a filmet, sok olyan ember lesz, aki egyetért vele, de viszont nem úgy fog cselekedni, tehát azért mondom, hogy nem, mindenki magába tudja megtalálni ennek a dolognak a megoldását. Úgyhogy, tehát tényleg, ilyen egyszerű kis dolgok. A másik, hogy ugye, ami a számomra a legfontosabb, illetve azért a legfontosabb, mert engem ez abban az értelemben érint, hogy én így is csináltam, így is cselekedtem egész idáig, hogy megemeltem a vitamin bevitel mennyiségét. Tehát napi szinten nagyon sok C-vitamint és D-vitamin, E, stb. Tehát multivitaminokat eszek. Pontosan azért, mert ugye felhívták az embereknek a figyelmét, hogy meg kell erősíteni az immunrendszert. Minél erősebb az immunrendszered, annál kevesebb kár tud benned okozni egy ilyen megbetegedés. Ezt javasolnám is bárkinek, de ez egyébként lehetne napi szintű is, tehát hogyha az immunrendszer erős, akkor kevésbé fog tudni legyűrni egy betegség. Erre most egy nagyon jó példa, hogy nálunk a családban most az én kis családomban mindenki átment valamilyen influenza-szerű megbetegedésen, nem koronavírus, de ugye mindenki, a két gyerekem és a párom is, mindenki meg volt betegedve, én eddig még nem kaptam el, lekopogom, és nem is akarom, tehát én nagyon-nagyon tudatosan gyűröm magamba a vitaminokat, tehát ezt lehetne javasolni másnak is, úgyhogy tényleg ezek a dolgok. Tehát az otthonmaradás, ez tudom, hogy hülye hangzik, meg ilyen önkéntes karanténban nagyon kevesen fognak bevonulni, mert miért menjek én, blablabla, tehát sokan próbálnak majd ellenállni ennek, de ennek csak ez lesz a megoldása. Most ha hiszitek, ha nem, ennek csak ez lesz a megoldása, hogy ha egy-két hétig az ember otthon tud maradni, jó, most ez ugye hülyén hozik, mert így van, mert nem mindenki engedheti meg magának, de rá fogtok kényszerülni sajnos. Mert most mindenki azt mondja, hogy mert ő nem teheti meg, hogy nem dolgozik. Igen, el fogtok esni sajnos a bevételtől, mint ahogy én is, meg mindenki, mert egyszerűen nem fogunk tudni dolgozni, elmenni, de viszont ez a pár hétre szükség van azért, hogy kicsit a világ össze, a társadalom egy kicsit össze tudja magát rázni, hogy elkerülje ezt az egész megbetegedést. Na jó, nem tudom, hogy mennyi hülyeséget hordtam össze, nem is akarok én erről igazából senkit se győzködni, meg tehát, aki ismer, azt tudja, számomra ez volt az egyik olyan téma, amiről nem akartam nagyon beszélgetni, de tényleg aki felhívta rá a figyelmemet legutoljára, ő azt mondta, és teljesen igaza van, hogy ha most mit tudom én, X mennyiségű nézőből csak egy része fogadja meg azokat a dolgokat, amiket tőlem hallott, és nem is jó tanácsként, hanem csak én elmondtam, hogy mit, hogy csinálok, akkor már van értelme ennek a filmnek, az elkészítésének. Azt is tudom, hogy ez a film, ez nem fogja megváltani a világot, meg nem is akarom én megváltani a világot, én azt mondom el, hogy én mit csinálok. Tehát gyakorlatilag én a mindennapjaimat úgy élem most már egy ideje, hogy felkelek, teszem otthon a ház körül a dolgokat, amik vannak még munkáim, azokat még befejezem, emberi kontaktus nélkül, tehát minimalizálva a kontaktus. Vidéken élünk, nekünk így könnyebb. Tudom, hogy egy nagyvárosban ez baromi nehéz, amikor egy tömbházba vagy egy nagy társasházba be vagytok zárva, x négyzetméteren, ott baromi nehéz lehet ez az egész, ezt is tudom, de ez csak így megy. Tehát pont ott van a nagyobb szituáció ebben, súlyosabb szituáció, mert ott vannak többen az emberek, és ott van a nagyobb érintkezés. Tehát mi vidékiek, mi kevésbé érintkezünk, kevesebb emberrel érintkezünk. Jó, mondjuk én itt a nyugati határszélen azért vagyok egy kicsit másabb helyzetben, mert itt azért Nyugat-Európa felől, Ausztria felől jön sok olyan ingázó ember, aki akár hordozhatja is ezt a betegséget. Úgyhogy megfelelő körültekintéssel és tájékozottsággal, és tényleg az semmi, tehát ennek az egész beszélgetésnek, meg ennek a monológnak az legyen a mottója, hogy az lenne inkább a mottója, hogy tényleg tájékozódjatok, és vessétek magatokat alá ennek a társadalmi érdeknek. Tehát ne legyen mindenki önző, hogy én úgyse betegedek meg én úgyse betegítek meg, persze, mindenki ezt mondta, és ahol ezt mondták, ott elszabadult ez a betegség egész magas szinten. Tehát csak így tudunk elejét venni az egésznek, hogyha megpróbálunk együttműködni a társadalmi érdekkel. Jó? Tehát társadalmi érdekről beszélek. Tehát az, hogy én renegált vagyok, és én csak azért is szembe megyek, meg csak azért is, az is egy dolog,
az is egy dolog, csak az nem, nem hosszú távon nem célra vezető. Tehát az, az egy, burok, egy burokban meg tudod csinálni, egy saját kis burokban, de, de, de felelősséggel tartozunk a másik ember felé. És azért, mert sok más ember hülye, azért én ne legyek hülye. Tehát én tudom azt, hogy, hogy sokan úgy legyintenek, hogy ő is úgy csinálja, akkor én miért csinálom. Azért, mert ez különböztet meg téged őtőle. Tehát azért, mert te őre azt gondolod, hogy ő nem, nem százas, akkor te ne legyél olyan. Na jó. Tehát összesítve az egészet, kicsit kapjuk össze magunkat, kicsit álljunk föl, kicsit tartsuk magunkat következetesen bizonyos dolgokhoz, és akkor talán át fogunk ezzel lendülni. Ez még nem a világ vége, már sokadik világ vége lehetne, ez nem a világ vége, de egy súlyos dolog, ami kihat majd mindenre, tehát ki fog hatni a világ gazdaságra, a mindennapjainkra ki fog hatni, minden embernek. Minden embernek, tehát az emberiség jelentős részének ki fog hatni. És erre kell felkészülni. Tehát, nem úgy kell, tehát amióta ez az egész van, nem úgy kell élni a mindennapjaidat, ahogy eddig. Innentől ez egy új, idézőjelbe téve, időszámítás lesz, mert biztos, hogy meg fog változni a világ. Ami most érdekes, hogy egy kicsit most legalább az emberek rájönnek, hogy belassulva egy kicsit kevesebb fogyasztási őrülettel is lehet életben maradni. Vannak olyan dolgok, amiket jobban lehet most majd értékelni, mint eddig. Remélem, hogy legalább ez a haszna meg lesz ennek a felgyorsult, elbutult, szinte megőrült társadalomnak. Lehet, hogy egy kicsit ez jót fog tenni. Sajnos áldozatokkal jár, kerüljük el. Épp ezért, tehát ezért vegyük ki a részünket ebből az egészből, a saját személyes felelősségünket vegyük ki, hogy a társadalomra hasson. Ez ugyanaz, mint amikor a világot meg akarják menteni, hogy ne szemetelj, stb. Ugye mindenki egyetért vele, de ugyanúgy eldobja a szemetet. Itt is ez van, hogy mindenki egyetért azzal, hogy mit kellene cselekedni, de a legtöbb ember rálegyít. Én nem legyintek rá, én megpróbálom ezt az egészet úgy megélni, hogy ne rosszul, vagy ne katasztrofálisan jöjjünk ki ebből az egészből. Na jó, mindenkinek azt kívánom, hogy vészelje át egészségesen ezt az egész időszakot, és majd a későbbiekben ebből merítkezhessenek az emberek, tehát fel tudjanak fogni bizonyos dolgokat, hogy milyen veszélyeknek vagyunk még kitéve itt a bolygónkon. Úgyhogy mindenkinek csak azt kívánom, hogy kitartás, tartsatok ki, maradjatok egészségesek, ne betegítsétek meg magatokat és másokat sem. Na, szevasztok!